elfoglalták a székbírók is a helyüket. Semélhetőleg a nap zárásaként egy fantasztikus bunyót láthatunk, ezután lesz még azért éremátadó és megnyitó ünnepség is, maradjanak velünk. De most lássuk a döntőt. Moisz kékben, Elias pirosban, Románia versus Csehország. Hol bekezdtek a fiúk? Nem volt semmi, nem találtál Moisz. Nagyon rugalmasnak tűnik a román fiú. Senkit nem tűnik. Gyönyörű! Azért az a Gyakucuki csúdán, illetve Jordan, bocsánat. Fantasztikus ütemérzéke van Eliasnak. Az megtalálta Moist. Kérdés, hogy kontrollált volt a technika. Hát igen, a kérdés itt a válasz, hogy nem volt kontrollált, úgyhogy hiába tűnt elsőre jónak. Nekem is nekem, de a szakavatott szem azért lehet, hogy látta, ez inkább intés lesz. Lehet, hogy Moist már nem fog azért ennyire forró fejjön előre menni ennek a Gyakucuki Jordannak köszönhetően, amit Elias helyezett el az állkapcsán. Ez majdnem jó volt a lábsöprés. Szerelés, igazítás, és már tovább nem kell megállítani azért a mérkőzés, meg volt a barátságos pacsi. Nézzük. És álló háború, mint az első világháborúban. Ez megint nem sikerült ez a söprés. Kérdés, hogy Moisz talált-e? Nem, úgyhogy mehet tovább. Újra várakozó hájásba helyezkedtek a harcosok. Kopják a távolságot. Moisz volt messze, mind az ütéssel, mint a rúgással. Akár csak ezzel az Asibaraya lábsöpréssel Elias. Moisz cukkolja Eliaszt. Az utolsó percen belül vagyunk most már. Szépen indult meg Moisz, csak mind a kettő ütése rövid volt. Mehet tovább. 42 másodperc van vissza az utolsó fináléból a mai napon. Gyakucuki Jordant indított egy kizami után Moisz. Méghozzá jó hosszan, annyira, hogy pont eltalálta vele Eliaszt, és kontrolláltan így 1-0. Vissza kell állni. Nézem, plusz még a fogvédőt is vissza kell applikálni, mert az menet közben kimaradt, kiesett. Most Eliasznak kéne valamit virítani, mert innentől már Moisznál az előny. A kék sarokban, ez a Mavasi nem volt jó. Az ugye próbál ugye Mavasi Geri csúdannal testrugással 2 pontot bekaszírozni Elias, amivel egyből átvenni a vezetést. Ezért próbált ütni is, kiment Moisz 23 másodperccel a vége előtt. Mehet tovább, nem sikerült a rugás. Nézzük, mit jelez a bíró. Azt hiszem, mehet tovább, nem történt semmi. Utolsó 20 másodperc, Eliasznak mutatni kell valamit, ha aranyérmet szeretne, és nem azt, hogy Moisz nyakába akasszák. 10 másodperc van vissza a döntőből, ez a Mavasi nem jó, sem az Usilogeri. Összekapaszkodnak, abból sem történik semmi. 3 másodperc, megint próbálkozik egy Asibarajjal, de szépen mozog ki Moisz, újra rugással próbálkozik, és itt a vége. Eliasz a földet csapkodja. Meg is lehet minden oka rá, mert nemhogy nem egyenlít ki, hanem elveszíti ezt a mérkőzést, amivel román aranyérem Moisz Leonard születik, íme a győztes. Tehát Moisz Leonard arany, Elias Martin ezüstérem Csehországnak, ezzel ér véget a mai utolsó döntő. Fiú kadett 14-15 éves korosztály plusz 70 kg. Most lesz ugye 3, illetve nem is 3, bocsánat, 2 eredményhirdetés, hiszen 2 kategória volt, mínusz 70 és plusz 70 fiú kadett küzdelem. Itt a budapesti korosztályos Európa-bajnokságon, a bokcsarnokban, közben itt a friss Európa-bajnok